Salánki borpince még él, a termelés folyik, az idei évben is a szőlők szépen néznek ki, egy kicsit a téli fagyok, a rügyeket kicsit megviselték, kevesebb termést várható, mint a tavalyi évben, de ez gyakorlatilag egyezik a tervünkkel, mert az idén kevesebb szőlőt szerettünk volna szüretelni. A szokásos hektáronkénti 6 tonna helyett 4-5 tonnára szerettünk volna visszajönni. Úgy néz ki, hogy ez a természet is besegítette ebbe bennünket. Ilyen 5 tonna alatti termésmennyiségek várhatók hektáronként, de ezáltal bízunk benne, hogy a minőség az nagyon jó fog lenni. Szép, egészségesek a szőlők. Kicsit sokba kerülnek, kicsit sok a permetezés, több, mint az átlag. Nagyon borús, párás időjárás van a melegekkel. Balatonnál a vendégek megjöttek, hál' Istennek. Ez a nyári szépen indult, nyár közepe itt is rossz idő miatt egy kicsit visszaesett. De most augusztus elején megint megindult a forgalom, és bízunk benne, hogy a nyári nyaralók megtalálják a finomnál finomabb borokat itt a Balatonparton is. Új borok, vörös boroknál a 2005-2006 került a piacra, nagyon szép testes vastag borok, Cabernet, Merlot, nagyon szeretik a fogyasztók. Fehér borok közül gyakorlatilag a Rajnai Riesling, a Sauvignon Blanc az, ami nagyon közkedvelt. Sláger persze megint az idejében ismételten a rozé lett, a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon rozé, egy nagyon gyümölcsös, üde, friss, időben sikerült lepalackoznunk, és nagyon szeretik. Egyelőre most a nyáron abból fogy a legtöbb átlagban. Ugye minden borunkat mindig forgalomba hozatal előtt, mielőtt megkezdenénk szakmailag, különböző borversenyeken zsűriztetjük, és azért számunkra is egy támpont, amit a szakmai zsűri ad, és a fogyasztók, nem mindig egyezik a fogyasztók véleménye a szakmai zsűri, de azért nyugodtabb az ember, ha nem csak a saját szája ízen dönt, hanem azért egy más szakembereket is meghallgat adott borról, hogy az megfelel. Az első nagy borversenyünk mindig a palackos borok versenye, a megyei borverseny, ahol 6 borvidék, 6 történelmi borvidék borai vesznek részt. Idén is azért jó eredményeket értünk el, aranyérmet, ezüstérmeket hoztak el a boraink. Azon kívül a Balatonfüledvárosi borverseny, akkor most lesznek a országos borversenyek közül 2 is. Várunk azért szép eredményeket a borokról, és hát gyakorlatilag szeptemberi borszezonra, őszi borszezonra már ezek a borok már ott lesznek a piacon, amik most fognak versenyezni. Terveink a jövőre vonatkozóan, gyakorlatilag területileg szőlőterületet nem kívánunk fejleszteni. Ez a 20 hektár úgy néz ki, hogy egyelőre megfelel a forgalmunknak. Az exportokban várunk egy kis bővülést. Folynak a tárgyalások, és talán eredményes is lesz, úgy néz ki Svédországba, Németországba, és kevés Oroszországba is, a különleges nagyobb minőségekből. Úgy néz ki, hogy sikerül belistázni, és elfogadták a mintákat, gyakorlatilag ez ünnepek előtt már realizálódik az év végén. Belföldön gyakorlatilag a éttermek, szállodáknak szállítunk elsősorban, és hát az ottani reklámok, promóciókkal próbáljuk egy kicsit földobni a piacot. Nálunk is volt egy kis visszaesés, lényegében ugye, hogy a nagyobb részt a gasztronómiával szállítunk, így a vendéglősöknél is egy kicsit azért visszaesett a forgalom, hát ezáltal a bor is egy kicsit visszaesett, de úgy érzem, hogy ezt a minőséggel majd talán próbáljuk kompenzálni, és még mindig elérhető áron szeretnénk a borainkat kínálni.